A bíróság ítéletet hirdet. A bíróság a keresetet elutasítja. Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30 ezer forint verköltséget. Foglaljanak helyet. Itt két kérdést kellett feltenni, hogy kezelek közpénzt, ez esetben az adatkezelő személye, működési formája irreleváns. A másik pedig, hogy közfeladatot végezek, közfeladatot ellátó szervnek minősül ez a második eset. Az első esetre, hogy kezelek közpénzt, ugye ott azt kellett nézni, hogy állami támogatást, Európai Uniós támogatást kapott-e, aminek ugye célhoz kötött a felhasználása, és egyben közzétételi kötelezettség is ehhez kötődik, nem válik ezáltal a teljes szervezeti működés a közzétételi kötelezettség tárgyává. Itt ebben a perben nem állított nekem senki se többet, mint amit közzé is tett az alperes, hogy ennél többet kezelt volna támogatásként. A kettes, a közfeladatot ellátó szervnek minősügyes kérdése. Ott pedig, ugyebár az egyik, amit felhozott a felperes, az az ECTV szerinti közhasznúság feltételeinek való megfelelés. De önmagában ez nem jelenti az infotörvény szerinti közfeladat ellátását, legfeljebb egybeeshet akár a kettő, de jelen esetben erről szó sem volt. A másik, amit felhozott, ugye aminek kapcsán utalt is a TAO törvény alapján nyújtott állami támogatásokra, hogy, mármint az abban hozott ítéletre, hogy az államtól átvállalt közfeladat ellátásáról van szó. Csak itt az államtól átvállalt közfeladat ellátásához kellett volna állami forrásnak is társulnia, ami nyilván egy célhoz kötött forrásrendelés. Itt pedig nem volt feltárható olyan elszámolási kötelezettséggel átadott célhoz kötött állami forrás, aminek folytán egy állami feladat ellátásának kötelezettsége nyílott volna meg az alperes számára. Ugyebár ott a TAO törvény és a sporttörvénnyel együtt értelmezve egy célhoz kötött állami támogatás volt, amely szervezetek a sporttörvény szerinti feladatokat kellett, hogy végrehajtsák. Ilyen nem volt az alperes részére előírva semmilyen jogszabálynak. A közérdekű adat kezelői minősége az alperesnek csupán abban a körben vetődött fel, vagy került megállapításra, amelynek körében a közzétételi kötelezettségét teljesítette is, és ez esetben pedig csupán elég volt utalni a nyilvános forrásra, amit meg is tett.